Már január elején megjelentek a pollenek a mogyoróra és az égerre érzékenyek a téli időszakban is tapasztalhatják az allergiak kellemetlen tüneteit. A jellegzetes tünetek az az orfolyás, a torokviszketés, a rekedség, esetlegesen valakinél köhögés, tényleg egyéni tünetegyüttes van, de már nagyon nagy mértékben jelen van a mogyoró pollen. Sublicné Tóth Mária elmondta azt is, hogy az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy ezeket megelőzzük az az, ha erősítjük az immunrendszerünket. Ezt megtehetjük különféle vitaminokkal, gyógynövényekkel. Az A vitamin vagy bétakarotin formájában mindenféleképpen érdemes a nyálkahártyákat megerősíteni, mert a pollen a nyálkahártyán keresztül jut be a szervezetbe. Hogyha ez egy erős védelmi vonal, akkor ott már nyilván, hogy lecsökkentettük a lehetőséget annak, hogy bejusson ez az Idegen anyag. Mindemellett a fekete kömény, a gránátalma és a szőlőmag kivonat tökéletesen alkalmasak arra, hogy csillapítsuk a tüneteket. A szakember elmondta azt is, hogy a pollen szezon előtt prevenciós célral is érdemes ezeket mindenkinek fogyasztani.